törzscsuklóval próbáljuk meg kormányozni a gépünket, ugye, hogy a traktor nyomába menjen a vegyszerezés folyamán, kevesebb legyen a taposási kárunk. Mikor a gép nyomba fordul a traktor után, mivel késleltetve van az elektronika, ezért a gép nem hagy kezeletlen háromszögeket. Ebből kifolyólag nagyobb ívbe tudok fordulni, gyorsabb lesz a forduláskor a haladási sebességem, ami megint mit okoz? Területteljesítmény növekedést. Attól, hogy törzscsuklós a gépem, ebből kifolyólag a nyomtáv ugyanúgy fokozatmentesen állítható. Közúti vonuláskor a fülkéből hidraulikusan zárni tudom a nyomkövetést, a gép mindent érzékel. Magyarán mondva a gépkezelő nem tudja összetörni a gépet, ugyanis nem tudom se aktiválni, se kikapcsolni a nyomkövetőt, még ő nem érzi magát biztonságosnak.